Itt a szekszárdi Körösi Csoma Sándor utcában történt a különös haláleset. A helyiektől úgy tudjuk, az egyik emeletes házban lakott a háromtagú család, aminek a nőtagja inzulinnal adagolta túl magát szándékosan, így lett öngyilkos. A vele egy ingatlanban élő fia és férje tudtak a nő szándékáról, és arról is, hogy a megengedetnél nagyobb dózist adott be magának. Végignézték a haláltusáját is, de nem értesítették a mentőket. A bíróságon azt mondták, azért, mert előzetesen mindannyian ebben állapodtak meg. Az ügyészi indítványnak megfelelően a 85 éves idős családfőt és az 56 éves fiút is emberölésért ítélték el. Mindkét vádlottat emberölés büntettében mondta ki a bíróság bűnösnek, azonban eltérve az ügyészi indítványtól, miszerint végrehajtandó szabadságvesztés szabjon ki a bíróság, a bíróság mindkét vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztést alkalmazott, 2 év börtönt szabott ki, 5 évi próbaidőre felfüggesztve. Az ügyész mindkét vádlottra letöltendő szabadságvesztést kért. A bíró végül mégis úgy döntött, ennél sokkal enyhébb ítélet is elégséges. A bíróság ítéletének indokolása szerint azért nem végrehajtandó szabadságvesztés lett a büntetés, mert nagyon sok enyhítő körülmény merült fel az ügyben, egyrészt az elsőrendű vádlott időskora, valamint az eset összes körülménye, amelyet a bíróság méltányolt, így nem végrehajtandó szabadságvesztés lett a büntetés. Az ügynek az elsőfokú ítélet ellenére még nincs vége. Az ügyész ugyanis továbbra is azt szeretné elérni, hogy a vádlottak börtönbe kerüljenek. Ők pedig azért fellebbeztek, hogy az emberölést minősítsék át, jóval enyhébb segítségnyújtás elmulasztására.